Sziasztok! Lejárt az öt év, úgyhogy elvileg beszélhetek az X-faktorban történt dolgokról és élményeimről. És így talán átfogóbb képet kap mindenki az X-faktorról, és jobban meglátja, hogy mi miért történik. És sok dolog, amit nem értetek, az miért úgy van, ahogy van. Főcím! Többé nem akarsz már, senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át. Szenger. Híres ember, első ezen a néven. Olvasok Facebookon cikkeket az X-Faktorról, és csomó olyan kommentet látok, ami hát egy kicsit így elkeserít, mert emberek annyira komolyan veszik ezt az egészet, és annyira máshogy látják, vagy lehet, hogy én látom máshogy, mert ugye én tudom, hogy hogyan történik, szóval nem tudom, hogy, hogy ki látja rosszul, de valaki nagyon rosszul látja ezt az egészet. Úgyhogy arra gondoltam, hogy elmondanám, hogy mi miért van, és hogy én mit tapasztaltam, mit láttam, és arra vagyok kíváncsi, hogy ti ebből mi az, amit tudtatok, mi az, ami, ami egyértelmű volt, és, és ö, nem nagy megfejtés, és mi az, ami, ami meglepett titeket. Tehát erre lennék kíváncsi, ezt majd írjátok le. És sose szoktam kérni senkit, hogy lájkoljon, vagy iratkozzon föl. Most se kérem, de csináljátok. Köszönöm szépen. Na, szóval kezdeném azzal, hogy ugye az X-faktorba senkit sem hívnak, mindenki magától jelentkezik. Ugye ez a hivatalos álláspont, hogy mindenki jelentkezik az X-faktorba, és úgy válogatják be. Én ugye a Nilpop zenekarommal kerültem be az X-faktorba, és ugye ez úgy történt, hogy kaptam egy e-mailt, hogy szia, láttam a, az egyik koncertedet, és, és, nagyon szimpatikus voltál, és az X-faktorba pont beférne a zenekar, és van-e kedvetek eljönni az X-faktorba? És mondtam, hogy persze, van kedvem. És először kellett küldeni azt hiszem egy jelentkezést ö, videón, és utána el kellett menni. És akkor én azt mondtam, hogy te most, ha most hívtok minket, akkor minek menjünk meghallgatásra, ugye? Tehát, hogyha már, ha már felhívsz, hogy menjek X-faktorba, akkor, akkor, én már megyek. De hogy most még meghallgatáson részt kell venni, nem tudtam összerakni a dolgot. Hát mondta azért, mert hivatalosan ugye én nem lettem hívva, hanem hivatalosan jelentkeztünk. Úgyhogy el kell mennünk a meghallgatásra. A meghallgatás az ugye az úgy történik, hogy bemész egy ilyen nagy terembe, ahol vannak hárman, és, és akkor nem szabad azokhoz az emberekhez beszélni, hát én végbeszéltem velük, és, és elő kell adnod a kis műsorodat, több dallal kell készülni, és akkor ők meghallgatnak egy, kettő, három, négy, dalt, amennyit, amennyit gondolnak, és akkor utána eldöntik, hogy te tovább mehetsz a következő lépcsőre. És a következő lépcsőnél van a lényeg. És, én mindenkit ki szeretnék ábrándítani, aki azt hiszi, hogy itt az énekről szól, az ének tudásról szól, ez a műsor az elején nem, egyáltalán nem erről szól. Később lehet, hogy erről szól, tehát, tehát nem is akarom ráhúzni a vizes hogy az semmi köze az énekléshez, hisz az élő sok azok már az éneklésről szólnak, de az eleje egyáltalán nem. És föltennék itt egy kérdést mindenkinek, hogy amikor visszaemlékszel ugye az előző adásokra, akkor tudod, hogy tovább jutottak egy-két embert, és, és mi rémlik azokra az emberekről? Az, hogy milyen dalt énekeltek, azt a dalt hogyan énekelték, vagy az, hogy az egyik tovább jutó annak meghalt az anyukája, vagy elhagyta az anyukáját, hogy valamilyen anyukásztori van, a másiknak az ugye születési problémája van, nem kapott oxigént az agya is, és emiatt van egy maradandó károsodása, a harmadik az valami híres embernek az unokája, a negyedik az híres embereknek a gyereke, tehát nem azt jegyeztük meg, és ahogy nézem a cikkeket, senki sem azt jegyezte meg, hogy ki milyen dalt adott elő, hogyan adta elő, és, és a tehetséges énekes, hanem a körítést, azokat a dolgokat, amik egyáltalán az énekről szólnak, hanem az adott emberről. És itt van szerintem az X-faktorban a lényeg. Ugyanis a második rosta, vagy a második szint az az, amikor leülsz egy irodába egy emberrel, akinek elmeséled a kis életedet, elmeséled azt, hogy miért jöttél, mik a céljaid, mik a terveid, mit csináltál, milyen családban öttél föl, és mik azok a dolgok, amikből ők műsor tudnak csinálni. Na hát mi oda mentünk hárman, és azt mondtuk, hogy ő, ő, nekem az a célom, hogy én az x faktorba szeretnék szelfizni a mentorokkal, meg az X-Faktor közönségével. Tehát nekem az a tervem, az a célom, azért jöttem az X-Faktorba, hogy csináljak egy szelfit az X-Faktor színpadán. A gitárosunknak, Zozónak pedig az a célja, hogy nőt találjon magának, és arra jutottunk, hogy ha a világ hírnév lesz, akkor lesz nő is. És mi ezt találtuk ki, a Bandi nem is tudom, hogy mi volt neki, azt hiszem ő csak elkísért minket. Tehát, hogy azt, ugye három fős volt a népop zenekar, és valami, valami ilyen sztorit találtunk ki, de blöd baromság volt az egész. A lényeg az, hogy elbeszélgettünk ezzel az emberrel, és az lett a vége az egésznek, hogy eljutottunk a következő szintre, amikor is mehetünk a mentorok elé. És a legdurvább az, hogy oda jöttek hozzám, ugye az előkészületeknél, hogy megkaptam az engedélyt, csinálhatok selfit a színpadon, mondom, de jó fejek, na adtak engedélyt. Aztán kiderült, majd mindjárt vissza fogok erre térni később, hogy ez, ez miért lesz fura ez a dolog. Na! Nem, előbb még vártok, előbb még volt egy másik szint, amikor is elmondták, hogy milyen dalt vigyünk. Tehát a dalt nem mi választottuk ki, mi megmutattuk, hogy milyen dalaink vannak, mi megmutattuk, hogy miket tudunk előadni, és kiválasztották, hogy na ezzel a dallal gyere. És itt szeretnék egy kicsit kitérni a saját és egy kicsit beszélni másokról, ugyanis annak idején emlékszem, amikor a Nem az Alány jelentkezett az X-faktorba, és akkor mondta, hogy ő azért jelentkezik, hogy a, a Petőfi Sándor árnyékából egy kicsit kilépjen, és kérdezték, oké, okay, és milyen dalt hoztál? Hát a Petőfi Sándort. És mindenki kinevette. Én nem nevettem, mert én tudtam, hogy azt a dalt valószínűleg nem ő választotta, hanem azt adták neki, hogy ezt kell előadni. Így működik az X-faktor, az írók, a rendezők, a szerkesztők, azok műsort akarnak gyártani. Azok azt akarják, hogy eladható legyen, hogy te nézed, és te azt fogod nézni, hogy a Laci fölháborodik, az azt nézed, amikor a mentor kiviharzik, meg amikor bejön a hörher is, és állatkodik. Tehát ezeket fogod nézni. Tehát emiatt így kell összerakniuk az egész műsort, mert a mentorok valóban nincsenek beavatva, és ezt mondták ott nekünk is, hogy a mentorok úgy döntenek, ahogy dönteni akarnak. A szerkesztők egyáltalán nem szólnak bele a mentorok döntésébe, de azért ők terelgetik. Következő a kisfilmek. Ugye, amikor nézitek a az X-faktort, akkor látjátok, hogy egy csomó emberről van egy kisfilm, hogy sziasztok, én azért jöttem, mert, és akkor ez meg az, meg az, és akkor bemutatják, hogy ő kicsoda, honnan jött, és mi az a, a háttér információ, amit neked tudnod kell, hogy az anyja őt elhagyta, hogy ő a, a valamilyen híres embernek a gyermeke, unokája, akárki hogy ő éppen most, most munkanélküli, és, és minden ilyen információt ugye kiszednek belőle, csinálnak veled egy interjút, arra forgatnak egyet. És nálunk is így történt, képzeljétek el, hogy, hogy, hogy ő, volt egy ilyen, ugye, hogy mi az Ozónak barátnőt akarunk keresni, és akkor ott ült a Szel Szelena, azt hiszem, Szelena, Szerenának, vagy Szelenának, vagy hogy hívták, ami Szerena, azt hiszem az olasz csaj, ott ült az anyjával, és akkor mondták, hogy akkor az ozó küldjön neki puszit, és vette a kamera, az ozó küldött puszit, akkor a csaj kiscsaj nézett, hogy én, és mondta, nem, nem, nem te, hanem az anyukád. Mert ugye az ozó 40 fölött volt, a kiscsaj meg 18 alatt, tehát egyértelmű, az anyjára hajtott ő rá, így idézőjelben, és ezt így, 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 leforgattuk, és vagy háromszor kellett fölvenni, több szögből fölvették, és én teljesen spontánul ült az ozó, küldte a puszit, meg kacsingatott, anyuka néz, vagy kislány nézett, hogy mi van, anyuka meg ó, és ez volt a sztori, ott találták ki, és pont ma beszélgettünk a, az ozóval erről, hogy hogy azért több órát forgattak velünk, és ugye mivel minket kivágtak, spoiler ezek, nem kerültünk adásba, ö, az egész ment a kukába. Tehát, hogy több óra meló, nyersanyag, minden ment a kukába. És ugye ez benne van. Tehát ez benne van, hogy mindenkivel csinálnak felvételeket, mert fene tudja, hogy ki fog tovább jutni. És kikerül adásba és na, és a lényeg az, hogy ez volt a következő, hogy csinálják a kisfilmet. És utána történt, hogy mentünk a mentorok elé, és mielőtt a mentorok elé belépsz, előtte még azért a, a nem tudom, hogy rendező, asszisztens, vagy, vagy ki az, de odáll eléd, és azt mondja, hogy figyelj, akkor bemész, és ezt meg ez meg ez fog történni. És, és el, hogy odaállt, és mondta, hogy jó, akkor te belépsz, mielőtt megszólalnál, már nyomod a selfit a színpadon. És, és be volt mindenki avatva a mentorokon kívül, mindenki tudta, és annyira tudták, hogy erre hegyezték ki a misztorinkat, hogy én szelfit akarok nyomni a színpadon, hogy, hogy már mondták is, hogy jó, akkor te ezt fogod csinálni. Tehát én gyanítom, ez most tényleg csak fikció, tehát nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, de én gyanítom, hogy azoknak az embereknek, akik mondjuk úgy mennek be, hogy elhagyott az anyukám, meghalt az anyukám, a a nagypapámon Bodrogi Gyula, tehát ezek az emberek valószínű odáll eléjük ez a... Az azt is mondja, jó, akkor bemész, és közlöd velük, hogy anyukád meghalt, vagy a nagypapád a Bodrogi Gyula. Mert nézzétek valahogy mindig olyan suta módon közlik, tehát annyira, annyira megjátszott ez az egész, hogy bemegy, és akkor sziasztok, én a nagypapámnak szeretnék zenélni. És ki a nagypapád? A Bodrogi Gyula. Ú, úristen! És azt nézem, hogy egy csomó meglepődnek ezen, ez előre meg van szervezve, tehát ez kőkeményen le van játszva, hogy neked ezt mondanod kell. És nem tudom, hogy így van, -e, de én, én, azt gyanítom, hogy lehet, hogy a, ugye látjuk, hogy a ott a fülébe a füles, lehet, hogy a rendező mondja, hogy kérdez rá, hogy ki a nagyanyja, vagy mi van az édesanyjával. Tehát csomószor látjuk azt, hogy, hogy ő szándékosan olyat kérdeznek, amivel az ember ugye alapból nem mondja el azt a dolgot, ami ugye fontos lenne, hogy elhagyta az anyukája, de, de rákérdez valamelyik mentor, és szerintem szólnak nekik, ők se tudják, hogy miért, de szólnak nekik, hogy te kérdezzél rá erre. Tehát az egyik az, hogy olyan szitukat teremtenek, hogy a mentorok úgy reagálhassanak, hogy, hogy abból, abból műsor lesz, a másik pedig olyan embereket keresnek, akik, akik tudják ezt a műsort csinálni. És ez a lényeg, hogy, hogy én ezt vettem észre, hogy, hogy olyan szinten valóságsó ez az egész, és, és olyan szinten ki van matekozva, ki van számítva, de legyünk őszinték, az X-faktor alatt. Szerintem iszonyatos bevételeket csinálnak a reklámokkal. Ha engem megkérnék, hogy én szerkeszem az X-faktort, én is ilyen embereket szerkesztenék be valószínűleg, mert, mert az lenne a célom, hogy bevételt csináljak bármi áron. Akár még embereket is beáldozhatok. Hit, hit ebben az esetben ez történik, hogy embereket beáldoznak, de senkit nem érdekel, hogy utána az utcán kinevetnek, senkit nem érdekel, hogy utána ö, leköpnek, vagy az emberek mit gondolnak rólad. Hisz azt mondják, úgy kell neked, minek jöttél ide. Tehát, hogyha ha nem is az X-faktorba, nem ér megaláztatást, tehát el lehet kerülni az X-faktort. Ha viszont bejöttél, akkor vállalod a következményeit. Tehát ő, ő ez, a, ez, a, számomra ez egy, ez egy negatív, tehát én ezzel nem értek egyet, ha engem fölkérnének, valószínűleg nem vállalnám el ezt a munkát, de értitek, hogy, hogy viszont, hogyha ezt csinálnám, akkor én is így csinálnám, ez a lényeg. Tehát sajnos, sajnos itt a, az ember a, a, legkevesebb, aki, aki bármit is számít. Itt a kőkeményen a bevétel, a nézettség a fontos és láttam azt, is, sok X-faktorossal beszéltem, mi lett velük a, a, műsor után, a kezüket elengedik. Tehát utána mennyi Isten hírévet csináld, amit akart. Ha be tudsz a sorba, akkor kaphatsz olyan szerződést, hogy, hogy kizsigerelünk, amit ki tudunk zsigerelni, de ha nem, akkor mész az a csillantosát kis életed, minket már nem érdekelsz, mi megyünk tovább, csináljuk a következő műsort. Amit szintén nem lehet rájuk követvetni, hisz kereskedelmi műsor, ez egy kereskedelmi tévé, ő nem oktat, ő, ő nem tehetséget keres, hanem műsor csinál. Tehát aki azt hiszi, az X-faktor az tehetségkutató, az hatalmas a téved, mert az X-faktor nem tehetségkutató, az X-faktor egy valóság show, az X-faktor egy, egy, egy műsor. Ez olyan, mint amikor, amikor sokan azt hiszik, hogy mit a győzike show az, az valódi, az, az tényleg úgy történt. És akkor fölmész az IMDB-re, és akkor találsz embereket, akiknek ott van az IMDB, hogy miket írt, és akkor ott van, hogy győzike só két évad. És komplet írói, rendezői voltak a győzike show-nak, és az összes valóság sónak. Tehát, tehát ez nem úgy működik, hogy ott, 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 aztán majd a valóságot mutatjuk. Soha semmilyen műsorban nem a valóságot mutatják. Tehát ilyen szemüvegen keresztül nézitek az X-faktort. Érdekes műsor, én is nézem, de én úgy nézem, mint egy, tényleg, mint egy valóságsod. Tehát nem szabad komolyan venni sem a mentorokat, sem a, a szereplőket. Úgy igazából szerintem ennyit szerettem volna elmondani, a, a saját részünkről, meg ugye az van, hogy mi két igent kaptunk, ugye mondtuk, hogy egy igenért jövünk, és két igent kaptunk, és a a Gáspálaci ugye azt mondta, hogy én olyan vagyok, mint amikor az okni beszorul a mosógépbe és körbe-körbe rohangászok. Nagyon jó élmény volt, nagyon szerettem, nem kerültünk adásba, de valószínűleg nem vertük ki az inger küszöbet egyik irányba se. tehát nem voltunk jók, nem voltunk rosszak, középszerű szarok voltunk, az meg senkinek nem kell, tehát vagy legyen kiemelkedően jó, vagy legyen ö, kiemelkedően rossz. Tehát ez, 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 ez a, a, a küszöb, és mi ebben nem, nem fértünk bele, szerintem egy ilyen, Se nem voltunk viccesek, se nem voltunk rosszak, se nem voltunk kiválóak, se nem voltunk bénák, se nem voltunk jók, tehát igazából ilyen minek mentünk oda. Többé nem akarsz már, senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál tett, ha megfelelni akarás, csak ma szemem tárom, ma kezem indul a szaladás, ma szabad észek nevet kérek, mint egy kisgyerek, hátradőlök, kikapcsolok, érzem, hogy ez így